Itthon egyelőre nem csendesedik a járvány, ezért nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat. Erről beszélt az országos tisztifőorvos az M1-nek. Müller Cecília azt mondta, már szervezik a magyar szakemberek útját Moszkvába, hogy a helyszínen tanulmányozzák az orosz vakcinát. A delegáció kedden indulhat. Addig is arra kérte az embereket, hogy az adventi időszakban, hogyha lehet, kerüljék a bevásárlóközpontokat, és inkább az interneten vásároljanak ajándékot. Az elmúlt 24 órában több mint 6800 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak itthon. Egészen pontosan 6819 pozitív esetet szűrtek ki, és életét vesztette 156, többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma már átlépte a 150 ezret. Kórházban csaknem 7600 beteget ápolnak, akik közül 657-en vannak lélegeztetőgépen. A jelenlegi előrejelzések szerint december végén, január elején mondják a kutatók, hogy talán platózhat Európa. Egyelőre nem csendesedik a járvány, ezért nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat, és ezzel segítse a vírus terjedésének csökkentését. Erről beszélt az országos tisztifőorvos az M1-nek. Müller Cecília azt mondta, a következő napokban még enyhén emelkedhet a fertőzöttek száma. Ne fáradjunk bele ezekbe a higiénés szabályoknak a betartásába, mert nagyon sokat tehetünk egymásért, a közösségért, az országért és a karácsonyunkért is. Korlátozások nélküli karácsonyt szeretnénk, ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. Szeretnénk, ha minden család korlátozás nélkül tudna egymással találkozni, és olyan karácsonyunk és újévünk lehetne, mint amilyen lenni szokott. De hogy megengedhetjük-e magunknak ezt 8-10 napnál hamarabb nem tudom megmondani. Az országos tisztifőorvos azt mondta, a korlátozások betartása mellett az ajándékok tudatos vásárlásával is segíthetjük a vírus elleni védekezést. Müller Cecília úgy látja, a járvány miatt veszélyes most a bevásárlóközpontokban céltalanul járkálni, karácsonyi ajándékok után kutatva, ezért aki teheti, vásároljon az interneten. Hogyha kinéztünk valamilyen ajándékot, a legtöbbje már webshopban is beszerezhető. Én ezt a lehetőséget mindenképpen ajánlom a figyelmükbe, de hogyha elmegyünk vásárolni, és meg akarjuk nézni az árut, akkor pedig tegyük ezt tudatosan. Tehát egy sokkal tudatosabb vásárlásra szeretném felhívni a figyelmet. Közben már szervezik a magyar szakemberek útját Moszkvába, hogy a helyszínen tanulmányozzák az orosz Sputnik nevű vakcinát. Ezt a lehetőséget az orosz egészségügyi miniszter ajánlotta fel pénteken Budapesten. Az országos tisztifőorvos most azt mondta, a virológusokból, kutatókból, oltóanyaggyártókból és klinikai szakemberekből álló magyar delegáció a tervek szerint kedden indul a Gamaleya intézetbe. A cél, hogy minden kérdésre választ kapjunk a hatékonyság és a biztonság szempontjából. Tehát minden szeletét megvizsgáljuk annak, ami egy oltóanyag előállításához elméletben és gyakorlatban feltétlenül szükséges ahhoz, hogy azt minősíteni tudjuk. Müller Cecília hozzátette, az orosz vakcina van a leginkább elérhető közelségben, de más Magyarország által lekötött oltóanyagokról is azt hallani, hogy az engedélyeztetési eljárás vége felé járnak. Kiemelte, akik az elsők között szeretnék magukat beoltatni a koronavírus ellen, a jövő héttől regisztrálhatnak interneten vagy levélben, de a tervek szerint telefonon, a kormányzati ügyfélvonalon is lehet majd jelentkezni.